Szabadnálnál rajongói. Valószínű, hogy még többen fognak majd még érkezni, de elkezdjük, jó? Lényeg az, hogy hivatalosan 4-től kezdtünk volna. A menet a következő. Mikor befejeztem és elmondtam mindent, akkor arra kérlek mindenkit, hogy egyesével, jó? Nem kell, mindenki fog kapni aláírást, jó? Fotózás, autogram, vagy ha valaki ajándékot hozott Zoli bácsának, akkor most át tudja majd adni, jó? 4-től 3:45-ig lesz ez a dedikálás, jó? Hogy akik még ezután fognak érkezni. 5 óra magasságába Zoli bácsi óriás palacsintát fog csinálni. Ami számításunk szerint egy ilyen 15-20 darabot, amit ki fogunk tenni, és nyugodtan fogyasszatok el, jó? Lehet akkor is videókat készíteni, fotót, csak arra szeretnék mindenkit kérni, hogy az óriás palacsinta, mivel hogy nagyon meleg is, és ne legyen az, hogy nagyon körülálljátok, jó? Hanem inkább innen távolabbról fotózzátok, vagy bármi, jó? Ez durván egy olyan 20 percig fog szerintem tartani. Utána mindenki foglaljon vissza a helyét, és körbe fogok menni mikrofonnal, és aki szeretne kérdezni Zoli bácsitól, az most megteheti. Arra is szeretnélek benneteket kérni, hogy normális körülmények, szóval ne ilyen nagyon hülye kérdéseket tegyetek fel, mert nem fog arra válaszolni Zoli bácsi, jó? Hanem tényleg valami normális. Mit beszéltünk még Zoli bácsi igazából? Igazából így ennyi, jó? Szóval lesz egy ilyen kis beszélgetős, Zoli bácsival is fogunk beszélgetni, én fogok neki feltenni egy pár kérdést, az is egy ilyen 20 perces lesz, jó? Én is sok mindenbe bele fogok kérdezni, amit szerintem még senki nem kérdezett meg tőle, és most meg fogom kérdezni tőle, lehet nekem se fog válaszolni, de bízok benne, hogy nekem azért fog. És utána igazából ha akartok még, akkor Zoli bácsihoz nyugodtan oda tudtok majd ülni, beszélgetni egy kicsit, jó? Ha valamire meg szeretnétek őt hívni, tartsátok tiszteletben, jó? Hogyha azt mondja már, hogy már nem kér semmit, akkor ne hozzatok neki semmit már, jó? Mert ebből volt már probléma, hogy Zoli bácsinak tálcával hozták a töményeket, és nyilván Zoli bácsi meg nem fog senkit megsérteni. Jó, hogyha azt mondta Zoli bácsi, hogy már köszönöm szépen, elég volt, akkor elég volt, jó? Hogy ezt tartsátok tiszteletben, jó? Szóval akkor most az a menet, hogy nyugodtan kezdjetek el akkor ide állni, jó? Így körülbelül így ebbe a vonalba, és akkor egyesével vagy kettesével nyilván, akivel úgy érkeztetek, és akkor dedikál, tudtok be vele egy kicsit beszélgetni, jó? Mondom, durván egy olyan 3-4 órát szánunk erre az aláírás, fotózás, beszélgetésre, jó? És akkor én utána majd elmondom, amikor befejezed, hogy mikor jön a palacsintasütés, jó? Mi bácsi ugye túl van, akkor most már dedikálásom. És akkor most jönne az a rész, amikor tehettek fel neki egy pár kérdést. Jó? Mindjárt hozunk egy széket Zoli bácsinak, jó? És akkor itt fog ülni Zoli bácsi, én meg megyek körbe, aki jelentkezik. Nyilván nem muszáj feltenni, nem kell neki kérdést tenni, de aki szeretne, az tegye fel majd a kezét, és akkor próbálok mindenkihez oda jutni, jó? Mindjárt hozunk Zoli bácsinak egy széket. Mi inspirálta arra, hogy elkezdje a videózást? A 80-as évek közepén fotóztam. Igaz, rendszerváltásra abba adtam, hogy elkezdve az internet elterjedni, az a 2007-ben elterjedtek mobiltelefonokra és fényképezőképre,
úgy gondoltam, hogy elgondoltam, hogy mi a mobilon vannak videós lehetősége, mert felütöttem a mobiltelefon, elkezdek videózni. Na még azt mondják, hogy mozgók, vagy állókép, vagy maga a fotóm, az azt, hogy lejár. És át kell beállni a digitális videózásra. Fő HD minőségben van. 4K, mert nem gondolkodok mi egyelőre. Kielégítő volt a válasz? Hát igaz, ennek eltére nem főzés akartam. Paródia, ilyen borzatot akartam vinni, de ezeket úgy látom, nem találtam szereplőket. Elkezdtek készíteni szökőkutyás videót, így a Gyulán is készítette szökőkutyás videót, de létezésére semmi nem lett. Egyszer volt, Dancsó bejátszotta a videómat, és megnövekedett a nézettsége. Azóta kezdtem el, hogy megnőtt a nézettségem, az első videóm, ami pizzás videó, diám videó volt, azóta gondolkodtam hozzákezdte főzéshez. Azóta többször főztem. Ez még egy. Hogy élte meg a hírességet? Hírességet? Híresség. Hírességet. Hát, mint a villancsapás. Dancsó bejátszott a videó, igaz után meghitel nézettséggel megugrott ezzel a nulláról jóformán, akkor elgondolkodom, tovább kéne még lépni. Nagyon fontos, ezt én elmondom, mert láttuk a legutóbbi videód alatt, igaz, hogy nagyon sok komment van, hogy Dancsó az Zoli bácsinak az embere. Nem. Segítettek a sokat, hogy bejátszottam ide, de nem vagyok kapcsolva Dancsó. Ha én sem adom a helyettőség, ő sem adja meg. Szerintem inkább fordítom. Viszont még annyit mondanék, hogy mi nem a Dancsó által ismertük meg az Zoli bácsit. Mi előtte láttuk a fűkaszás videóit. Ezt hozzátenném, hogy már előtte ismertük. Nagyon örök neki. Tényleg jó érzés. Remélem, tudtam segíteni a fűkaszás videómmal. Látod, Zoli bácsi, azóta Gyulán a fülek ilyenek. Azóta állatok a könnyéről. Azóta kellett az, akik nem tudott általam. Ki szeretne még kérdezni? Még egy. Itt a fiatalom. Ha zene, a zenéről beszélek, ha zene, akkor melyik dal? Egy dal, amit nagyon szeret. Omekától Petronorápa. Köszönöm szépen! De tudsz is belőle valamit? Énekes videókat akarunk. Kicsit. Még egyszer nem lesz. Copyright-os, nem megyek Jézusom. Énekes sajnos. Nem egy világon, lehet meg fog egyszer próbálni. Tervez az Zoli bácsi más műfajba is videót készíteni, vagy maradunk a főzésnél? Egyel maradunk a főzésnél, te szeretnénk valami mást is forgatni. Például paródiák a kabaréki előtte borzatokat remélt, fogok találni női főszerepet, mert nem találtam ideig. Igen, majd fogunk keresni statisztákat, jól mondom? Jó, szépen. Én is fogalmazhatunk. Lesz majd egy felhívás, ahol fogunk keresni, és majd lehet jelentkezni rá. Nyilván nem mondjuk most el, hogy mire még, de ezt ki fogjuk majd írni, és akkor lehet jelentkezni a statisztának. Aki Zoli bácsival akar dolgozni, akkor az esély az itt lesz. Következő kérdés. Senki. Mindent tudta Zoli bácsira, nem hiszem el. Na azért. Na kezdtem megijedni, hogy nem. Hogy már nyílt az élet, mindenki mindent tud róla Zoli bácsira. Azt akartam kérdezni, Dancsó Péterrel találkoztál-e személyesen is? Vagy nem. Nem sajnos. Terve van esetleg? Nem tudom, hogy lehet. Ő azt mondja, hogy nagyon videós éve, nem hiszem, hogy ne fog velem állni. Hát szerintem ezt is elmondhatjuk Zoli bácsi. Hát most nem tudom, hány Dancsó rajongó van itt, de nyilván ő már olyan szinten van, hogy segíti Zoli bácsit nyilván így a videókkal, de... Igen, sokan segített tényleg. De ilyen találkozókra például ő nem jár el, meg nem is nagyon... Így egy-két embert ugye felkarol, csinálja a videót, de így ennyi. Igen. Tisztelt Zoli bácsi, én azt szeretném kérdezni, hogy mi lesz a következő menü, amit mi nem terveztem. Elleshetünk. Nem szoktam eltervezni. Ami jön. Értem. Szóval ez csak egy ilyen, jön egy iklet, és igen. Akkor... Szeretném minél egyszerűbb menüvel szeretném mondani, mégis egyszerűen megnézik a videó.
Köszönöm szépen, Zoli bácsi. De ezt elmondtad nekünk, Zoli bácsi, igazából, hogy te az oldaladra vársz ötleteket, igaz? Így a YouTube csatornádra, hogyha írnak. Hát elfogadom, de nem tudom, én nem tudom, nem gondolkodtam ezzel. Mert igazán? Mert később zenén fogok válni. Tiszteltem, Zoli bácsi. Azt kérdezi a kisfiam, hogy mi a kedvenc étele? Jó kérdés. Kopi főzői, rántott hús, nem is, rakott kopi, többnő sáta van rakott kopiban, de nem. Tudom, mindenki járnak, többnő sáta van. Esetem még sáta rántott pájzsi, többnő sáta rántott pájzsi. Melyik az a tömlőssajt, amit tudna ajánlani nekünk, ami a tényleg a legfinomabb ízt tudja adni? Én legjobban szeretem a sonkás. Köszönöm szépen. Kérdést? Valaki? Ott megyek. Még egy? Van egy bevált bolt, ahova mindig jársz vásárolni, vagy mindig máshol? Nem tudom, szabad így reklámot nem csinálni, de pennybe szoktam. Éjjel a penny. Éjjel a penny. Mégis az a legolcsóbb. Azt szeretném kérdezni, hogy a Balázs, aki a Balátok közben játszott, és volt közös videótok Dánfokon, hogy Balázs kereste meg Zoli bácsit, vagy fordítva történt? A Balázs akartak megkeresni, utána én is kerestem őt, de nagyon csak összehoztuk a Dánfokon közös videót. Igen, az látta, jó sikert is. Jó, köszönöm. Kolbász Fesztiválos békési videót mindenki látta? Igen. És milyen? Tetszik? Jó lett, igaz? Nagyon finom is volt a kolbászok. Kérdés? A Team Show-kal most srácokkal, akik lementek magához, sikerült megbeszélni ugye a dolgokat? Nem jövő is értett elnyőző. Tudod, azok a srácok, akik megjelentek nálad, akik... Negatívum? Így van. Eljöttek minket, talán bocsánat, de többi nem lőttek. Nem sikerült Zoli bácsinak megbeszélni velük sajnos. Akartak ott megbeszélni, sok minden, de így is elkezdte, nem lett. Mit csinálsz, Zoli bácsi, amikor nem videózik? Mit szeret csinálni szabad idejében? Nézem a tévét. Már internetezek. Internetre keresem az ötleteket. Meg közül is szoktam. Néha. De nem azt terveztem igazából videó témának, de úgy látom mindenki az egy, de akkor egyelőre van az a főzés, utána meg nem tudom miért. Zoli bácsinak van foglalkozása, szakmája? Nincs. Nincs. És nem is tervez? Hát nem. Videózásban is meg lehet élni. Én nem egészen. Remélem, eljön ide. Igen, amikor sokan azt hiszik, hogy Zoli bácsi tényleg nagyon sokat keres, de szerintem ezt itt elmondhatjuk, hogy lehet, hogy 100 fölött 124 ezer feliratkozót van, igaz, Zoli? Igen. Meg a reklámokból, amiket így a Zoli bácsinak a videója alatt láttok reklámokat, konkrétan csak a terméket kapja. Szóval... Mindegy, én most egyébként ezzel áprózni fog már. Most nem lövöm le azt a pontot, hogy nézzétek meg az új szemüvegét, de nagyon fasza. De volt jó, hogy felálltam az a békési szemüvegházban, nagyon állásra nőtti felállt. De jó így. Sokat segített a videó szerkesztésben, mert csettésben jobban tudok válaszolni. Ez volt a reklám hely. Az volt a reklám, igen. Kérdést még valaki? És milyen érzés Zoli bácsinak az, hogy szerintem egész Magyarország szereti önt? Hát, hogy pozitív, annak hozzá nagyon jó. Hát pozitív, de van egy-két néhány pár nyakat érne is. De azokat nem akar csúrnám, azért nem foglalkozom. Nem akar csúrnám, szóval aztán nem foglalkozom, de figyelmesen veszem őket. Zoli bácsi követ bármilyen videóst? Zoli bácsi követ bármilyen videós? Mert ide követem a falkutyákat, mert néha pár, aki az égébezőként kamerákat mutat be, akit hogy lehet tanulni, akkor szoktam követni. De mostában nem nagyon van idővel. Találkozók lefoglalnak, videószerkesztőben ötletkereső, ízletekereső, de most nagyon lefoglal. Lehet megnézni mégis egy-két videó van időm.
jövőt. Zoli bácsinak milyen érzés, hogy fölkapta a média ennyire a YouTube? Jó is, meg rossz is. Jó, hogy tényleg híres vagyok, de mindennek ára van sános. De ezt mire érted? Mi? Hát nem mindig úgy alakulnak a dolgokat szeretnék. Ahol képes híres vagyok, azt hittem, minden egyszerű lesz, de mégse úgy lett. Vannak nehézségen, szóval beszerteni a üzlet titokba. Ja. Tehát nem lesz. Ja, megválasztottam. Mi lett volna kérdés? Az, hogy milyen érzés. Ja. És jó érzés, jó érzés. Ha mindig simálom meg minden, de sajnos minden vannak bukkortól. Hozzátenni azt akartam, hogy ne foglalkozzon a negatívokkal, mert az országban 10 millió negatív ember él. Jó, nem akar megint csúrán beszélni. Jó, visszakérdéstem. Kérdést? Már itt a hölgy. Szóval bácsi, nem tervez majd a rajongóival főzni? Tényleg nem tudom, elnézést, nem tudom, gyümölcszenére. De akkor lemaradtál amúgy, itt akkor nem voltál itt időben. Már most lesz palacsintasütés. Tényleg. Lehet majd így rá jelentkezni, Zoli bácsival lehet csinálni. Szeretnél majd jönni? Jó. Kérdés? Itt lesz. Itt. Mi a kedvenc itala, Zoli bácsinak? Kőben és ő. Unikumban. Akkor lehet adni, hogy itt az unikum. Lehet, hogy már de most ezt, igen, de ezt most nem mondok semmit. De a Csabai Kolbász, nem is a Békési Kolbász Fesztiválon mit hittem? Kőben meg unikumot. Végel. Itt valaki kérdés? Fiatalok? Esetleg Zoli bácsi milyen sportokat követ, ha követ egyáltalán sportokat? Küzdő sportokat szeretek, karatéval, ilyesmiket. Nem mondod, tényleg? Durva. Hát fogban is van a durva, mint a durva, mint a küzdő sport. Ott is, mert bokáját a csontát szét tudják rúgni, mert tárgyalásolva durván szerintem. Hány hölgy írt neked olyan üzeneteket, Zoli bácsi, hogy legyél az övé, meg ilyenek, biztos? Nem kaptam. Nem kaptál még ilyen üzeneteket? Vagy? Nem. Gyere, férjül veszlek. Nem. Na majd ezután. Ki tudja. Felkéréseket falunapra, vagy bárhova, városokba, látogatóba, vagy bárhova. Sokan meghívnak négy napra. Sokan meghívnak, de mindenki nem tudok elmenni. És kapható is ilyenekre, Zoli bácsi? Hát néhány egyszer legóta a Békés Szentgátlások voltak. Úgy gondoltam, hogy közelebb hozzánk, így Pest megye, Vác, Dunakeszi környéket. Nagyon messze van egy élő nekem. Fogunk menni. Igen. Amúgy különben most a következő az Debrecen-Szeged, és valószínű, hogy a harmadik, negyedik az Budapest lesz. De az még nagyon képlékeny. A spanom ízítja ma, azt lehet meg fog megérni. Egészség! Figyelj belőle nyugodtan, Zoli bácsi, ki ne száradjál. Szeretném, hogy tényleg ki van, ez nagyon szépen köszönöm. Hát most már tényleg nem szállatok ki. Akkor meg is van a unikum. Akkor még meg is van minden, amit kell. Most már köszönöm. Beláttam, hogy pedzegették, hogy Zoli bácsit kellene hívni inkább főző műsorokba. Hogyha egy ilyen felkérést kapna, akkor elvállalná? Nem. Váltok egyszerűen meg, és a lényeges mondta, hogy menjek a konyhán fölül, mert RTL. Nem hittem, csak kommentben írták, hogy Zoli bátyám óta nem ezek, szerintem éppen én nem vagyok valami. Én váltok egy egyen YouTube-nak. De azt ti is hallottátok, de akkor szerintem lehet, hogy te is van már. Tehát, hogy egyszer a rádió, vagy a Balázs show-ba volt, hogy Zoli bácsit akarták elérni telefonon, hogy elintézik neki, és azt full komolyan is gondolták amúgy. Csak Zoli bácsi idegen számot nem vesz fel. Én még dolgoztam, munka volt, akkor még dolgoztam. Munka nem szabad telefonálni. Én kerestem a Balázséget, mert ha ott a Csabán vannak, akkor ha itt is itt akarnak adni, akkor legyünk először túlálltam. Egy pici figyelmet szeretnék kérni tőletek. Eljött a palacsinta sütés ideje Zoli bácsival.
Az első két palacsintát kedves kollégánkkal, a Danival fogja megcsinálni. Azt nem ígérem, hogy jó lesz. Nem lesz amúgy. És szeretnélek benneteket akkor megkérni, hogy aki szeretne utána Zoli bácsival közösen csinálni palacsintát, az ide hozzám, jó? Hogy itt álljon meg. És akkor maximum egy olyan, tényleg egy olyan, egyelőre azt mondom, hogy 10-15 fő, aki biztos, jó? De inkább jöjjön ide hozzám 10 fő egyelőre. A váciak lesznek az elsők, az biztos. De ígérd meg, hogy úgy kezded, ahogy a videóban szoktad, jó? Nem van? Nem? Van tömbősaj. De azt megeszitek? A technikáját. Ne aggódjál, nekem az első 100 nem sikerült. Kiukadt. Biztos még. Minden volt. Olyan vastag volt, mint a bokám. Majd én! Az első milyen ízű legyen? Aztán már fajé. Legyen fajé. Nem dönthetem el? Jövettem. Tömlős sajtos legyen. Igen. Fajéhes. Jövök hozzád, Zoli bácsi. Az lesz. A bácsiak megeszik, azt mondta. Megbizony. Behalálom csak. Kúrva lesz a babát visszafelé. Már itt Csaba alatt megálltad a kúrnál. Most 300-an voltak, és 300 kilométerről jöttem. És tovább. Hogy néz ki Zoli bácsi idáig? Jó. Jó lesz. Igaz, meg a hölgyek szóltam, hogy jobban meg kellett volna sütni a videóvárvány is te. Te nem akartad túl ide, igaz, neked lyukas volt? Most már megszámít tolvácsot. Hol benne, igen. Átézik, igaz? Átézik, igaz? Elfelejtettem elmenni. Átézik, igaz? Eltöntjük, milyen tömlősság legyen benne? Nem volt benne sok. Sok. Tömlősság kellett volna? Jó, valami, ezt el is elfelejtettem egy dolgot. Lehetne fogok volt, hogy én valami tömlősságot nem szeretek ide. Valaki megeszi, akkor megcsinálom. Megesszük, Zoli bácsi. Jó. De amúgy Clementi néztétek, hogy ők kell csinálni? Igen. Én nem láttam. Jó, kíváncsi leszek. Szakember, megoldjuk. Fogd a söröm. Jó, bevállal, akkor én sejtök. Én kihannam a dönösátok, nem minden jó. Most minden jó. Zoli bácsi, ha orvos átiltotta, ne egyen. Nekem sok mindent olyat hittem, most mégis eszek. Mindenkor van szabály, minden mégis eszek. Ennyi. Ha így esélyben nem szóval enne, mégis eszök. Egyszer élünk, de akkor nagyon. Nekem jól élünk. Most nem szóval tudom, mit mondok. Nem, hogy ez most nagyon a videó vége volt, hogy nincs vége. Viszont el ezt adtam. Hát jó. Most nézhetek. Figyeltétek? Igen. Mindenki? Hát remélem. A gyulajat tudják, kis súlyból kirázzak. Várciak nem. Ki szeretné az első palacsintát? Fajéhes volt a legjobb. Fajéhes. Mi kezdjük az első sütők, szóval ez meg más érdemény. Meg kell kezdeni. Hányan látom kell. Volt a pénztár. Sajnos nem sütni fogunk, hanem nem főzni fogunk, sütni fogunk. Palacsintát. Nagyon jó lett. Középre tett Zoli bácsi. Nem úgy, ez van. A tésztán. Ha úgy középre is. Ott a fang szerintem tudja jól. Nagyon jó. Az a lóhatosan, nem kell erősen, csak érzéssel.
Te Zoli bácsi, ezt már csináltad szerintem. Nem, Magyarország térkép. Nagy Magyarország. Megcsinálta. Tapsolj Zoli bácsi, az első. Várjál még, másik van, úgy is van igazán. Meg a másik oldalon. Várjál Szoli bácsi, ezt... Azt most már hagyd úgy. Figyelj csak, ezt elveszi Dani. És akkor úgy kell, hogy megfordítjuk a másik oldalát is, jó? Jó, jó, jó. Most már nem fog szétjönni. Ez nem jó, nem dobjuk fel! Köszönöm, igen, csörül. Egyik úr se nyer. Na! Azt is meg kell adni valakit. Valaki a selejtet is megeszi. Sosem nem vállom be. Jó, valamint a lányba csak alatt. Jó, nagyon ennyi volt. Jó. Megcsinálták. Ennyi. De ne úgy rakjuk be elkondásokban. Hát persze, hogy egy ilyen. Mit gondolok? Azt mondod, hogy megcsinálom. Nem baj az, jól a bőle. Díjtás. Tanul kollégánk majd szóval, hogy mikor fordítsuk, jó? Hát igen. Annyira ugorom, hogy még nem léptem te. Tényleg, de ennyi ember előtt nem is főztél még, igaz? Nem, nem. Pedig ott többen látnak. De a közepében is csak egy volt. Egy napot volt. Nagyon jó zolgat. Kakaós. Kakaós. Itt a kakaós. Csak gazdag a. Ez is penis kakaós. Kakaós, szóval nyugodtan szólja. Felénk akkor fontos. Szerintem lehet. Először csak úgy lesz. Csapjad bele. Most megint a felénk. Már tömű sajtos nincs akkor. Lesz az. Lesz az, hogy... Következő tömű sajtos lesz. Én mondom. És te elvett is a tányi lesz. Kapcsoljuk meg, Zoli. Sajthoz segítséget várnánk. Az új embertől ott, igen, szia, hello. Törlős sajthoz egy kis segítséget szeretném. Tudnál adni nekünk egy sonkásat? Hát 2000 forint per darab. Megbeszéltük. Figyelj, van egy nagyon bevállalós barátunk. Ő szívesen elmegy adom. Meghívlak egy sörre. Bocsánat az ízléstelen poénért. Jó, akkor meghívlak még egy unikumot. Most már beszélek. Igazából állj ide. Segítek. Most a sász segít neked. Segítek, én elhúzom. Jó, Zoli bácsok? Jó, Szili, nyugodj meg, ne stresszelj, elintézem az anyagiakat. Csak úgy mondom, hogy ez nekem sokba kerül. Jó, akkor később egy unikum. Nagyon szépen köszönjük. Megtisztelsz vele, lássa a kamera is. Igen, tömlős sajt. Zoli bácsi által dedikált. Vendégem. Hozzam, hogy a haverok érték dedikálni. Zoli bácsi már profi. Ez hogy itt a koszik? Majd megoldjuk, fogra, örömmel.
Na nézzük, Váci gyerek. Hát ő már profi. Jaj, neked Vácon van egy ilyen palacsintos. Nem, ő amúgy hegesztő. Szóval ért ehhez. Ja, Zoli bácsi, profi a srác? Igen, igen, jobb a profi, minél jobb egyet. Színi nem lángos. Tudom, tudom, igyekszem. Zoli bácsi, tiéd a pálya. Kicsi vágó. Bonzsor a törlőt. De még ne tedd rá, meg kell fordítani. Finom lesz. Egészet fele? Nem. Csak kis csirbe. Kis csirbe. Nem 10 úgy, csak mi? Nem nyalom neki. Mi állni? Nézd meg! Itt, bocsánat, hogy kiveszem. Megfordítja a kolát. Mondjad, hova nyomhatok sajtot? Az egyik felé. Én úgy szoktam, hogy az egyik felé. Ha összehajtod, mindenhol. Nem lesz a sajt legyen. Nem, nem lesz a fordítsa. És milyen ízű a tömlősaj? Ez melyik? Paprikás. Paprikás. A sonkás az kell nekem, bocsánat. Köszönjük a hozzájárulás. Na, ilyenkor már szabad nyomni? Lássuk megtanulni fordítani. Hát ezt most tényleg meg fogod enni, barátom? Négyen eszünk. Én beválasztom. Mi fussra fogjuk szarni a Mazdát? Igen, nem. Hidd el, elég lesz. Na. Hát, nem lehet rossz. Hát, nagyon sok étel így született meg, hogy nem is tudták. Hát, lehet, hogy jó. Popcorn szerinted hogy is? Jó, még várjunk. Ez maga a téma. Jó lesz az? Jó lesz. Még nagyon lesz. A végére belejön Zoli bácsi. Hát, hány palacsintás lesz 20? Tehát a következő videóra már meg lett volna, hogy palacsintás a sütés. Megoldjuk ezt a sütés. Töltött palacsinta. Hát figyelj, hasonlít a hortobágyi húsos palacsintára. Meglepett. Ez Váci tömlősajtos lesz, mert a hortobágyi húsos. Szerintem meg. Köszönöm szépen. Viszont egy késnyűt hagyd kérjek, mert elosztanak négy felé. El ne felejts, hát, hogy meg is kell kóstolni. Hát, inkább azon kész. Kóstolás az fontos. Köszönjük szépen. Hozunk ki nektek mindjárt. Köszönöm, hogy segíthettem. Megtisztelni. És meg is kóstolod? Meg is kell kóstolni? Nem azért csinált. Majd mindjárt hoznak később. Lehet hegyedelni. Hogy? És akkor most mondjátok, hogy finom, még teliszálja. Jó. Nem is olyan rossz. Finom lesz, srácok. Ja. Viccen kívül, finom lesz. De megtörtünk magadnak.
Jó, rendesen hozta. Ilyen amúgy. Nagyon jól nyomod, Zoli bácsi. Most kezdtem először helyet az a sütőbe. Lehetne fogni szerezni. Már tették valami, hogy volt valami leválasztva, ha neked egy ilyen hasonló sütő. Ezek után? Igen. Van az Aldiba. Tehát akkor, hát ők is be kell mondani, hol némettől a termék, az biztos. Sokan hangol, de néha pár le nem fogna bőlül neki, hogy megreklámozok. Az lehet. Fahéjas? Csak gazdagon. De ügyes vagy. Ne sajnáld, van elég. A jó tudja? Ügyes. Előbbis van a szakásra. Videóinfo 2 lesz a csatornát. 112-ben sokan fognak. Csak a Zoli bácsi összehajtja neked, jó? Ezt a tányért, ha megfogod, akkor átadod. Ez szuper lett, nagyon jó. Rebeka, te miért teszel? Hol a bárcsi? Egészségedre. Ki a következő? Mondja neki, hogy Zoli bácsi hogy csinálja. Kicsi valami kell, mert megfordul is a mélyik. Igen, szeretném. Honnan jöttél? Erdélyből jöttünk, a vásárhelyről a kis csapatokból. Az igaz. De megérte. Zoli bácsi egy tudás kenyeres lángos, például a csipet. Így, amit úgy fog kedvének éppen, én eszem. Teljesen megérte. Először közben nagyon aranyos hölgy. El is pirult. Töltelik a bevállászóra? Persze. Mivel fogod megtartani? Kakaóban. Plusz tömlős. Ha minden igaz, akkor ott az úr jön be a telefonon. Aki szeretne, álljon már ide egy búcsúra. Zoli bácsi elbúcsúzik úgy, ahogy a videójában szokott. És akkor így körülállnánk, jó? Szabad. Tök jó az volt a telefonos világítás, valaki világítás. De világíts már a telóddal. Hátulról valaki. Oké. Na, ez így más szóval. Gyertek, gyertek. Micsoda fény. Oké. Volt azok? Igen. Remélem tetszett a páncsítás utok. Ennyi volt a videóinfo 1-ben, ma a Gyulai páncsítás utó. Nagyon szépen megköszönöm, megtiszteltek figyelmet. Remélem tudtad is videóval segíteni, tovább is minden jó, most egyelőbb bánsítás ütésre véget. Hello, sziasztok! Hello.